Idén Kovács József kapta a DLS tiszteletdíját. Nem véletlen, hiszen a 2017-2018-as szezonban több fronton is csodálatosan helytált csapatával, a Steelworkers-szel. Amellett, hogy az MLS adatbázisát kezeli és lehetőségeihez mérten ezt fejleszteni is próbálja, a felsőbb szervekkel is ő tartja a kapcsolatot, emellett pedig saját együttesével a dobogók középső fokáig küzdötték fel magukat. 2013-ban létrehoztam egy kis pályás foci csapatot, becsatlakoztunk a Dunajás Labdarúgó Szövetség versenyeibe. Negyedosztály bajnokságban indultunk el, és hát tulajdonképpen innen egyenes út vezetett ahhoz, hogy becsatlakozzak a Labdarúgó Szövetség munkájába. Volt egy-két észrevételem, furcsa dolgot láttam, amit szerettem volna úgymond megbeszélni a szövetség akkori tagjaival, és egy idő után felkértek, hogy segítsem az ő munkájukat. És tulajdonképpen úgy lettem a Dunajos Labdarúgó Szövetség versenybizottságának a tagja. Az említett tiszteletdíjról fontos tudni, hogy egyrészt nincs még nagy hagyománya, hiszen mindössze 5 éve vezették csak be a szövetség életébe, másrészt erre nem is keresnek feltétlen minden évben valakit, hanem tényleg csak olyannak adják oda, akiről 100%-osan meg vannak győződve, hogy megérdemli. Hát igazándiból nem számítottam rá, mert olyan emberek kapták meg előttem, akik azért nem ilyen úgymond zöldfülűek, tehát például Karmacsi Tamás, aki ugye évtizedek óta benne van a labdarúgásban, vagy a Viszokai László, aki ugye nemzetközi játékvezető volt, és ők közé bekerülni ilyen rövid idő alatt, ez igazán megtiszteltetés a számomra. Beszélgetésünket Kovács Józseffel hétfőn a Híradó után bővebben megtekinthetik Sportváros című magazin műsorunkban.